Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam az jóslásunkként 4000 forint. E-mailben felteheted a kérdésedet, leírhatod a helyzetedet, ezt megválaszolom. Erről készül egy videó álnéven, és ez a videó megjelenik a másik csatornámon, Meisterin des Kartenlegens. És ha elkészült a videó, akkor küldöm a linket hozzá. Nagyon óvatos vagyok, úgyhogy senki nem fog rájönni, hogy kiről, vagy konkrétan miről van szó, erre mindig odafigyelek. És akkor megkapod a linket a videóhoz, tudod, hogy ez a te videód, és akkor így látod a képeket, én meg elmagyarázom azt, hogy mit jelentenek, tehát megkapod a választ a kérdésedre. Ha ezt asztrológiával együtt kéred, ennek is megvan a lehetősége, akkor a díjam az 10.000 forint, ehhez hozzátenném, hogy én az indiai asztrológiával dolgozom. Ez a felvétel megjelenik május 5-én. Az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon a Kritika holdházban van. Ez a Kritika holdház, ez a kos és a bika jegye között található, és itt van az ekliptikán az aranykapu. Tehát ez az aranykapu hat ki erre a holdházra, és mivel a hold ezen a területen mozog június 5-én, kihat június 5-ére is. Ennél a kapunál döntésekről van szó, hiszen átmegyünk ezen a kapun, és akkor a kapu után odafigyelünk, hogyan tovább, melyik irányba. Én ezt az aranykaput mindig Holle anyu meséjével szoktam összehasonlítani, hiszen a történet hasonló, és itt mi döntsük el, hogy mi vagyunk az aranymari vagy a szutykos mari. Attól függően, hogy melyik irányba tekintünk, mi a hozzáállásunk. Nyertesek vagyunk, vagy vesztesek vagyunk? Az aranymari vagyunk, vagy a szutykos mari? Tehát ez a téma ebben a holdházban. Ezen a napon, június 5-én a hold eléri Jupiter bolygót, és együtt hatnak. Ez szerencsét hozhat, különösen ami az anyukádat, anyai témákat érint, vagy a hold jelentheti az érzelmeket, és amikor egy álom megvalósulhat. Ezen a napon a hold eléri Merkur bolygót, és vele is együtt hat. Itt beszélgetésekről van szó az anyukáról, vagy az anyukával, de az is lehet, hogy itt van kommunikáció, ami az érzelmeket illeti, és ebben az esetben kihalt a párkapcsolatra. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata felül látható. A lovas férfi és a hajó. Az lehet, hogy a lovas férfi utal a barátjára, vagy a kollégájára, hogy itt lesz utazás, vagy találkozás. Az is lehet, hogy ez a barát külföldön él. A lovas férfi jelentheti általánosságban a mozgást is. Tehát nem biztos, hogy személyről van szó. Ez a mozgás lehet sport, tevékenység, vagy egy utazás,
vagy egy autó vétele, vagy eladása, és a hajó jelenti a reményt. Persze a hajó jelent külföldi kapcsolatokat, utazásokat is. Lehet, hogy ő tervez veled egy közös nyaralást, vagy ha távol él, akkor útban van hozzád. Az érzelmeit azt bal oldalon látjuk. A horgony azt jelenti, hogy mennyire fontos számára a biztonság érzete, ahol le tud horgonyozni. Ez lehet egy stabil munkahely, vagy egy lakhely, de jelentheti a stabil párkapcsolatot is. És a gyermekek utalhatnak a gyermekekre, vagy jelentenek egy új kezdetet, esetleg az ő ártatlanságát. Ő szeretne veled egy stabil párkapcsolatot kiépíteni, lesz egy új irány, egy új kezdet. De a kártyák utalhatnak ezen kívül munkahelyi változásokra is. Hogy mit fog tenni, az jobb oldalon látható. A kereszt ott középen alul jelenti az ő hitét. Ő hisz ebben a párkapcsolatban. Jelenthet egy találkozást is, hiszen a sors utatok kereszteződik. Jelenthet döntéseket is, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik majd azon, hogyan tovább, milyen irányba, és a gólya jelenti a változásokat, és ott látható a 4 levelű lóhere is, ez lesz egy szerencsés fordulat. Most újra a magyar kártyákat mutatom, jelenleg az L betű 6, és most elgondolkozhatunk azon, hogy mit jelent. És én örülnék annak, ha ezt leírnád a kommentárba. Ami eszembe jut, Lívia, Lilla, László, Lilafüred, és mint szó, látod? Látod, hogy milyen fordulat lesz? Egy szerencsés fordulat. Milyen külső hatások vannak, az bal oldalon látható az egész világ, és ez jelent külföldi kapcsolatokat, megutazásokat, vagy lesz egy hír külföldről, vagy egy meghívás, vagy egy utazás tervezése. De még visszatérnék a magyar kártyára, hiszen elfelejtettem közölni, hogy középen van a régi írásmód, az úgynevezett rovás írás, aminek van egy szimbolikus jelentése is, ugyanúgy, mint a német nyelvű területen a rúnáknak. Ez olyan, mint egy sátor, de a sátor előtt ott van a kerítés, tehát óvjátok az otthonotokat. És a napi energia az jobb oldalon alul látható, a 10-es szám utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik az életetekben. Ezt jelentik a kártya kivetésnél a gyermekek is, az újdonságok, egy új irány, sőt a kereszt, a döntések, hogyan tovább, melyik irányba, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra. Itt most ez a fontos, hogy legyen egy új irány. Sőt, a mai holtház, kritika holtház szintén ezt jelenti. Melyik irányba tekintünk? Mi vagyunk az aranymari, vagy a szutykos mari? És itt a 10-es számnál is egy új irányról, új kezdetről van szó. A kép jelenti a vidámságot, sőt megjelennek a kelyhek, utalnak az érzelmekre. Itt érzelmekről van szó. Ez lehet a párkapcsolat, lehetnek családi kapcsolatok is. Ami még fontos, ennél a kártyánál, itt látható a gyermek, egy idősebb
férfi, a nagypapa, meg egy házas pár. És ez szimbolikusan jelenti a múltat, a jelent és a jövőt. A gyermek és a nagypapa kisebb a képen, és ez a fiatal pár, ami a jelenre utal, az nagyobb, tehát pontosan arra kellene odafigyelni, hogy mi történik a napjainkban. Nem kell sokat töprengeni a jövő miatt, vagy a múlt miatt. Éljük a napjainkat, és itt kell a kehely, a víz eleme, tehát az érzelmek, hogy meglegyen a bizalom, meglegyen a szeretet, meglegyen a hitünk, akkor minden jól alakul, nem kell félnünk a jövőtől. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy leírhatod a véleményedet a kommentárba, azt is, hogy mit jelent számodra az elbetű, vagy örülök annak is, ha meglátogatsz a Facebook oldalamon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!